Második ének. Így vesződék Miklós nyers haragos búban, de van drága dolog otthon nagyfaluban. Tán kigyúlt a ház is, úgy füstöl a kémény. Nagy kolonc köszönget a kút mél a gémén, a malac nép síri, borjú, bárány, béget, apró marhanyáj közt van szörnyű ítélet, a fehér cselét közt a beteg se lomha, holmi kisvásárnál népesebb a konyha. Egy cselét vizet tesz félakós bögrében, mely ha forra tűzöns, nem fér a bőrében, akkor a baromfi gyorsabb belemártja, tollait letöröli, bocskorát lerántja. Van ki a kis bárányt félti izzadástul, s bundáját lerántja, mégpedig irhástul, más a vékony pénzű nyúlat szalonázza, hogy csöpögjön zsírtól ösztevér csontváza. Másik a malacot láng felett hintája, szőrit késfokával bőrig borotvája, bort ez csobolyóban, az kecsketömlőben, kenyeret hozam az bükfatekenőben. Mit jelent a hűhó gyászos özvegyházban, hol a dinomdánom régen volt szokásban? Toldi Lőrincnének most van-e a torja, vagy menyegzőjének hozta így a sorja? Tán megunt a gyászos özvegysége ágyát, s másnak adta élte fonnyadó virágát. Nincs halotti tora Toldi Lőrincnének, napja sem derült fel új menyegzőjének. Másért sütnek, főznek, másért lakomáznak. György van itthon, első szülötte a háznak. Toldi György nagyúr volt. Sok becses marhája, kincse volt temérdek, s arra büszke mája. Sok nemes vitéze, fegyveres szolgája, sok nyerítő méne, nagy sereg kutyája. Látogatni jött most 40-ed magával, renyhe sáska népnek pusztító fajával, és a készhaszonnak egyfelét fölenni, másfelét magának tarsolyába tenni. György az édesanyját hidegen köszönté, bár ez a lelkét is majd elébe önté. Hát a másik hol van? Fanyalogva kérdi, senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti. Szénát hord szegényke, künn a béresekkel, hívatom, de György úr ezt rikoltja, nem kell! Nem kell, és e két szó úgy esik anyjának, mintha a szívébe nagy kést mártanának. Nem kell. Ím azonban kelletlen, hivatlan, a fiú betoppan, szíve égő katlan, belsejét még most is fúrja és faragja szégyenítő búja, búsító haragja. Mégis, mind a mellett, mi Isten csodája, egy zokszót sem ejt ki Toldi Györgyre szája. Lelke gyűlölségén erőt vesz valami, nem tudom én azt kimondani. Amint látja Györgyet, hirtelen, váratlan, karja ölelésre nyílik akaratlan, de az eltaszítja testvérét magától, gőgösen fordul el jó atya fiától. A szegény anyának könyvtorul szemébe, kőszívű fiának sírva lép elébe, reszkető ajakkal kezefejét gyúrván, ott reménykedik, de György korholja durván. Úgy, anyám, kecsegtesd ölbeli ebedet, ójat fúvó széltül drága gyermekedet, már csak tejbe vajba, mit se kímélj tőle, majd derék fajankó válik úgy belőle. Most van a dandárja réter a munkának, de foga nem fűlik ahhoz a gazdának, mint kopó, megérzi a zsíros ebédet, s tővelheggyel összehagyja a cselédet. Így sirattad mindig, én ha mondtam néha, nem válik belőle semmi, csak nagy léha, hogy parasznak is rossz, lebzsel, kész akarva. Noha bírna dolgot, mert erős, mint marha. Most tehed ablakba, húsa és kövére, szépen nő naponként anyja örömére. Szól a György, kitoldá a szót egy kacajjal, melyre Miklós felbúg tompa hosszú jajjal.
Átok és hazugság minden igaz hátban. Egy betűvaló sincs Toldi György a vádban. Jól tudom, mi lappang bokrodnak megette. Úgy szeressen Isten, ahogy engem ette. Rossz vagyok parasznak, rossz vagyok vitéznek. Béresek között is től cudar csihésznek. Forr epét, hogy más is márt veled egy tálba. Vesztenél, ha tudnál egy vizes kanálba. Azért, hogy senkinek láb alatt ne legyek, nem bánom én, igen, akár ma elmegyek. 100 mérföld a világ erre is, arra is. Nem bánom én, igen, elmegyek én ma is. De ami az enyém, azt elviszem innet. Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet. Add ki a jussomat, pénzt, paripát, fegyvert. Azon túl az Isten áldjon minden embert. Itt a jusskölök! Ne mondd, hogy ki nem adtam! György kiállt, és arcul csapja szintú csattan. Toldi Miklósnak sincs ám galamb epéje, bosszúállás lelke költözik beléje, szeme, mint az acél a szikrát, úgy hánja, ütni készül ökle csontos buzogánya. György ijedve hátrál, oda van egészen, e csapás utolsó szélütése lészen, s Györgyöt e csapással hűs verembe tennék. Isten kenyeréből, hol többé nem ennék, hol mint egy repett csont deszka közé kötve, ítéletnapig sem forradozna össze. De midőn az öccse éppen megrohanja, elsikoltja magát, s közéjük fut anyja. Testével takarja Györgyöt, és úgy védi, pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti. Most a szörnyű gyermek karját eleresztél, fejét és szemeit búsan lefüggeszté. S mintha most ocsúdnék forró hideg lázból, tántorogva ment ki az apai házból. Méne elbusulva, némán haragjában, és leült az udvar távolabb zugában. Ott fejét a térdén tenyerébe hajtá, s zokogott magában, de senki sem hallá.